Mezőkövesden vagyunk, a Matyó ZRT területén, ahol a John Deere új X9-es kombány szériáját mutatjuk be a sajtónak. Gyakorlatilag ez a kombány a John Deere betakarítógép sorozatának az új zászlós hajója. Hogyan lehet röviden jellemezni? Hát ez olyan, mintha egyszerre lenne két kis S-kombájnunk, hiszen a belső szerkezete gyakorlatilag megegyezik a hagyományos S-kombájnéval, csak két rotor formájában található meg benne. Jelenleg ez a gép a legnagyobb kapacitással rendelkező betakarító eszköz a John Deere palettáján. Ugyanakkor nem csak ez a kombájn, de a John Deere összes többi szériája ugyanazokkal a digitális megoldásokkal van felszerelve, amely a precíziós gazdálkodás támogatásához szükséges. A magyar kombájnpiac az elmúlt években elég érdekes arcát mutatja. Azt lehet látni, hogy alapvetően a darabszámok csökkennek, ugyanakkor a betakarítási kapacitások vagy szinten vannak, vagy pedig növekednek. Minek köszönhető ez? Egyik oldalról a különböző problémás időablakok kihasználása, ez egyre inkább nagyobb kapacitást igényel, hiszen az adott technológia jelen esetben a betakarítás elvégzésére egyre kevesebb idő van, egyre kevesebb az optimális idő. Éppen ezért a magyarországi kombány szerkezet elindult a nagyobb kapacitású gépek felé. Ez jól látszódik a kita értékesítésében is, hiszen elsősorban immáron az S-kombájnok, a dobos magleválasztású kombájnok dominálnak ebben a szerkezetben. Nagyon fontos kérdés még ebben az esetben, hogy hogyan lehet kihasználni ezt a kapacitást, és hogyan lehet üzemeltetni. Egyik oldalról rendkívül fontos egy jó logisztikai lánc a kombájn és a telephely között, másik oldalról kiemelkedően fontos a megfelelő kezelő kérdése, hiszen abban az esetben, hogyha ezeket a kapacitásokat nem tudjuk kihasználni, ebben nem kapnak támogatást a gazdálkodók, bevásárlók, abban az esetben nem lesz jó beruházásuk, és rendkívül fontos az, hogy egy jól felkészült kezelővel, maximálisan kihasználva a betakarítási kapacitást, egy megfelelő logisztikai lánccal, ezeknek a gépeknek az üzemeltetése stabil és a lehető legnagyobb fokú legyen. Alapvetően ezeket a gépeket bárkinek szánjuk, akinek szakmailag és gazdaságilag beilleszthető indokolt a gazdaságába, legyen szó bérvállalkozóról, vagy pedig gazdálkodó termelő szervezetről. A Kita ZRT mindig nem egy gépben, hanem egy megoldásban gondolkodik. Ezért is mondtam, hogy nagyon fontos szakmailag megvizsgálni a környezetet, hiszen a táblaméretek, a betakarítandó terület nagysága, a növényféleségek meghatározzák a gépnek a kiválasztását. Viszont ha egy szóban vagy egy mondatban kellene ezt megfogalmazni, azt lehet mondani, hogy ajánljuk mindazoknak, akik egy eddig nem ismert teljesítményszintet szeretnének elérni a betakarításban, egy eddig nem ismert minőségi szinten. Itt értem ez alatt azt, hogy a szemveszteség, a szemtisztaság és a szemtörés hármasában egy újabb szintet szeretnének elérni, illetve a betakarítást nagyobb hatékonysággal, effektívebb módon kívánják végrehajtani. Alapvetően ez a kombány egy teljesen új széria, egy új koncepció. A John Deere egy teljesen új gépet alkotott, nem egy ráncfelvarrás és nem egy modell megújításról van szó, hiszen ez egy Iker rotoros technológia, tisztán rotoros technológia, nem hibrid megoldás, tehát cséplő dobot ez a kombány egyébként nem tartalmaz. Ami nagyon fontos, hogy ez a kombány úgy lett megalkotva, hogy a jövőt nyitja meg, hiszen az egész gép koncepció, a mechanikai kialakítások olyanok ebben a gépben, hogy például a kokáért 18 soros szárzúzós kukorica asztalt is tud kezelni, vagy például 15 méteres gabona vágóasztalt. Ezt lehetővé teszi a ferde felhordó. Itt egy-két számadatot említenék meg, 260 kW-os hajtási teljesítményt tud például a ferde felhordó, és több mint 6 tonnát tud emelni. Ezt követően magának a gépnek a cséplő, leválasztó szerkezete is természetesen ehhez a nagy teljesítményhez van kialakítva. Az Iker rotor felülete, a kosárfelületek lényegesen nagyobbak, mint a korábbi gépeké, és amit kiemelnék, hogy ehhez van természetesen a tisztítási teljesítmény is párosítva. Itt egy kiemelkedő szám van a John Deere házatáján, 7 négyzetméter a rosta felület, amely egyébként az egész piacon egyedülálló. Mindenképpen meg kell jegyezni azt, hogy a jelenleg a rotoros technológiában a Kita ZRT, illetve a John Deere Magyarországon belül piacvezető, tehát ebben a cséplési technológiában már nagyon elöljárunk.
nagyon nagy tapasztalatunk van benne, és a maga előnyeivel, amit ez a technológia, cséplési technológia szolgáltat, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy jövője van, és további hódítása lehet a betakarítási gépek piacán. Én úgy gondolom, még inkább előre fog lépni ebbe az irányba a piac. A valószínű a szalmarázó ládás és a hagyományos egyrotoros kombányok rovására is, tehát egyre inkább ezek a gépek fognak előtérbe kerülni. Hogy 5 év múlva ez milyen méreteket öltet, azt azért én félve fogalmaznám meg. Magyarországon azért alkalmasak a gazdaságok méretei, ereje, beruházási képessége ennek a gépnek a használatára, tehát nagy reményeket fűzünk hozzá. Én mindig el szoktam mondani, hogy szerintem a következő lépés az autonóm eszközöknek a megjelenése lesz. Én úgy gondolom, hogy tehát ezek a jelenlegi gépek is, majd látjátok ti is, ha beültök ebbe a kombányba, vagy akár mellette a traktorba is, aki majd az átrakó kocsit fogja üzemeltetni, teljesen automatizáltan tudnak dolgozni. Tehát nem igazság szerint csak a felügyelet miatt szükséges az, hogy benne üljön egy ember, hiszen minden egyes művelet leprogramozható, minden egyes táblatérkép alapján a kombány képes lesz végigmenni a táblán önállóan is, és képes arra is akár, hogy odahívja maga mellé a átrakó kocsit vontató traktort, és ezáltal egy automatikus ürítés hajtsanak végre. Ezt most nem tudom, hogy a kollégáim előkészítették ezen, vagy nem biztos, de hogy képesek rá az eszközök, az viszont igen. Ezek a digitális megoldások viszont nem csak az eszközben vannak ott, hanem ott vannak ugye a táblagépeken is, vagy a felhőben is, és ilyen a John Deere-nak mondjuk a My John Deere felülete. Én úgy gondolom, hogy a munkaszervezésünket kell átgondolnunk a cégen belül, hogy hogyan akarjuk ezt megvalósítani, hiszen a műveleti központon keresztül minden egyes eszközünkre ugye el tudom küldeni azt, hogy mondjuk a holnapi nap folyamán melyik táblán és mit kell elvégeznünk. És ezáltal ugye elegendő az, hogyha a kezelő tudja azt, hogy melyik gépbe kell beüljön, és meg tudja nézni azt, hogy hova kell, hogy aznap kimenjen, kimegy a tábla szélére, automatikusan fölismeri az eszközöm a táblát, és onnantól kezdve igazság szerint neki csak annyi a feladat, hogy megnyomja a start gombot, és elindul az a művelet, amit éppen szerettünk volna, hogy elinduljon. Tehát elég sok dolgot kell átgondolni egy-egy ilyen beruházás esetén, de én úgy gondolom, hogy akik erre rászánják magukat, és ezeket figyelembe veszik, azok mind olyan pozitív élményekkel fognak ugye erről beszélni, mint amit majd remélem, hogy a Matyótól hallhatunk ezekről a dolgokról.